Debreceniként a legtöbben bele sem gondolunk, hogy a házak, amelyek mellett nap mint nap elmegyünk, milyen különleges történetekkel rendelkeznek. Ha beszélni tudnának, mit mesélnének ezek az akár több száz éve álló épületek? Jogot kapott arra, hogy ő is a város irányításában részt vegyen. Most nem másra vállalkozunk, mint hogy elsőként utána járjunk a debreceni kereskedőházak történetének, és bemutassuk önöknek titkaikat. Minden olyan nagy építkezésnek az üvegezési részlegében benne voltak. Debreceni kereskedő családok és házaik. Kaszanyicki család. A Kaszanyicki család története. A Kaszanyicki nemesi család felvidéki eredetű, Liptó vármegyéből származik. A család ősi birtokáról a 16. század végén a család egyik ága átköltözött Nagyselmeszről a közeli Gutfalvára, ahol András 1750-ben vette feleségül Matuska Évát. Fiuk János Gömör vármegyébe költözött. Fia Sámuel csizmadia mesterként dolgozott Nyíregyházán. Endre a céget 1875-ben vásárolta meg, ami a Piac utca 57 alatt működött. Itt élt és dolgozott a család további két generációja egészen az államosításig. Kaszanyicki Endre 1834-ben született Nyíregyházán. Tanuló éveit Debrecenben kezdte, arikl és csanakfűszerkereskedésben szolgált, majd áttért az üveges szakmára. Három évig a budapesti Kossuth János üveggyáros és kereskedő cégnél tanulta a szakmát és a kereskedést. Kossuth sógora Kuhinka István Kaszanyicki Endrét bízta meg debreceni lerakatának vezetésével. Innen indult karrierje 1852-ben. 1869-ben vette feleségül Váradi Szabó Teréziát, Váradi Szabó Lajos neves kereskedő leányát. 1905-ben Endre halála után a céget fia Andor örökölte. Ő 1897-ben unokatestvérét Váradi Szabó Irént vette feleségül, aki Váradi Szabó Kálmán kereskedő lánya volt. Fiuktól, Andrástól államosították a kereskedést és a családi vagyont. Ő a cég egyik alkalmazottját, Kistóth Szenci Irmát vette feleségül. A háború alatt a család az Acél utca 6 szám alatti Tüdős villába költözött, ahol András, Éva és Anna Mária gyermekeik születtek. A villát 1978-ban lebontották, és a család egy új kerti panellakásba költözött. A debreceni Kaszanyicki ágból 5. András viszi tovább a nevet, aki gordonka művész és Budapesten él családjával. Az ő fia, 6. András, a Kaszanyicki név legfiatalabb örököse. A Kaszanyicki család története tele van fordulatokkal és izgalmas pillanatokkal, amelyek a felvidéki eredettől, a debreceni kereskedő dinasztián át a jelenkori művészekig ívelnek. Identitástudat a mai napokban nagy divat, és igenis mindenki szeretné tudni, honnan érkezett, hova jutott. Én a saját sorsomért nagyon hálás vagyok, és különösen hálás vagyok fiamnak, aki mindezt feltérképezte, és az én tudomásomra is rettentő sok adatot hozott ez a kutatás, amit ő végzett.
Kaszanyiszki Sámuel ükapám, még nyíregyházi csizmadia mester volt, 4 gyermeke közül, Endre, ez az Andrásnak volt mindegyik ősöm anyakönyvezve, ő az Endre nevet használta, ő az, aki a debreceni kereskedésnek az alapítója. Ő kereskedő segédként Debrecenbe érkezett, és a Csanak és Rikli cégeknél tanulóként működött közre, illetve a Kossuth és Kuhinka cégnek az üveggyárában Budapesten az üvegiparral is megismerkedett. Nagy fantáziát láttak az ő tehetségében, szorgalmában, emberségében, és megbízták 1852-ben a debreceni lerakatuk vezetésével. Ekkor ő 18 éves volt, elég szép karriernek mondható. Az ő kapcsolatteremtő készsége és tudásvágya tovább gyarapította a cégnek a érdemeit, illetve nyitott a porcelán, tehát a síküveg mellett nyitott a porcelán szakma felé is. Tetemes vagyonra tett szert a ügyes kereskedői vénával eredendően. Sorsa úgy alakult, hogy Debrecen egyik leggazdagabb családjának a leányát vette el, Váradi Szabó Terézt, aki dédanyám, apósával, illetve sógorával, hiszen elég sok Váradi Szabó volt ügyes polgára Debrecennek, tovább bővítették a üzletet, vagyonuk egyre inkább nőtt, természetesen részt vettek a város irányításában is, hiszen az akkori törvény szerint a virilista listán 20 helyet betöltő ember volt, az kereskedő volt az, aki a várost irányította, mint egy köztestületként. Ő ebben hát a 4 és 16-os virilista listai helye, ez a legtöbb adót fizető polgárok listája volt, jogot kapott arra, hogy ő is a város irányításában részt vegyen. Politikai perpatvarok nem nagyon érdekelték, tehát ő minden ülésre nem ment el, viszont értesülvén bármilyen kezdeményezésbe támogatólag, anyagilag is részt vállalt. Így nagyon sok esetben a Zenede, a Tornaegylet, a Nőszövetség, bármilyen a takarékpénztár létrehozásának lelkes támogatója volt. A edény kölcsönző részleget is létrehozott még dédapám, úgy gyártatta le, és itt vannak majd rekvizitumok, amiket meg lehet nézni. Benne volt a Kaszanyiszki Endre Debrecen monogram, esküvőkre, nagy rendezvényekre ő kölcsönözte ezeket az edényeket teljes szervízben, és kapta vissza. Ezt a raktárkészlet kiárus, mert a bizományú áruház vette át az üzletet, meg az ő raktárkészletet. A Liptó vármegyei nemesi családok sorában Nagy Selmeci és Gútfalvi Kaszanyiszki Andrásként van ősöm bejelölve, a címerük pedig a következő, az évszám pedig 1395, azaz Zsigmond királytól kapták a nemességet. Hát a családi kávé és tejáskészlet címeres változata 25-30-as években készülhetett nagyapámnak a kívánságára. Karcagi Kántor kerámiának a termékeit forgalmazta a cég, ilyen szempontból hozzájárult a reklámtevékenységéhez. A reklámtevékenységhez hozzátartozott, de hamutartóval való ellátása bizonyos éttermeknek. Előfordult olyan, hogy egy étteremben addig ejtegették le a más reklámú hamutartókat, míg volt. Aztán átküldtek 3-500 darabot ebből a Kaszanyiszkisból. Úgyhogy ez a durvább reklámtevékenységek közé tartozott. A cég nem csak forgalmazással, hanem edények kölcsönzésével is foglalkozott, tehát nagyobb rendezvényekre teljes étkészleteket tudott kölcsönözni. Ezeket úgy gyártatta le, hogy az aljába ott volt Kaszanyiszki Endre Debrecen címmel a beírás.
A bolt államnak való felajánlásakor a bizományi áruház ezeket a készleteket is értékesítette, és elég sok debreceni családnál található ilyen jellegű felirat, illetve hát a maradékból még mindig tudok vásárolni, vagy ajándékként hozzák. Ez a herendi csoda, egy keresztelő tál és kiskancsó, minden gyermek ebben volt keresztelve. Cég tényleg a legnagyobb mérvű, a takarékpénztár, a klinikák üvegezése, a Déri Múzeum, a régi stadionnak az egyetem, tehát minden olyan nagy építkezésnek az üvegezési részlegébe benne voltak, és hát ez hozta lényegében a nagy vagyont is, mert olyan hozzáértő emberkék voltak megbecsülve a cégnél, akik megtiszteltetésnek érezték, hogy ott dolgozhattak. De ők is hálásak voltak, mert ez olyan cég volt, ami minden alkalommal próbálta az ő javukat is szolgálni, tehát húsvéti jutalék, karácsonyi jutalék, ha betegség volt, akkor kisegítő támogatás, gyerekeinek tanulási hozzájárulás, és vagy temetési költséghez, esküvőhöz, egyéb dolgokhoz. A dolgozóknak és a rokonoknak a Kaszanyiszki hintó az esküvőkre és egyebekre rendelkezésre állt, a többieknek pedig megtiszteltetés volt, ha kölcsönözhették. Sok ingatlant is vásároltak, ugye az akkori megfelelő civis mentalitásból, hogy nem csak a szakmámat, hanem földbirtokot, ezt, azt, amazt vásároltam, ami hozta lényegében a vagyon, vagy bérleti díjat. Ebbe a házba, ahol voltunk a Pécs utca 57 alatt, a nem használt helyiségeket kiadták. Például banknak, különböző egyesületeknek, ennek az is hozta a pénzt, tehát ők nagyon okosan is gazdálkodtak. A Piac utca 57 számú ház és a kereskedés története. A Piac utca 57 számú ingatlan tulajdonosait Zoltai Lajos kutatása alapján 1599-től ismerjük. Jelentősebb háztulajdonos volt 1745-től Matolcsi Sámuel vaskereskedő, 1784-től pedig Korba János esküdt. A legelső ismert ábrázoláson, az 1768-ban készült várostérképen még egy oldalhatáron álló népi lakóház állt a Piac utcai kerületben 174-es számmal jelölt telken. 1821-ben Korba Jánosné háza örökösök hiányában a város tulajdonába került. Három évvel később a Czeising Ágoston szűcsmester tulajdonában lévő háznak már csak omladozó falait láthatták az arra járók. 1837-től Bernátfalvai Bernát Lajos táblabíró volt a tulajdonos, aki a nemesi család hosszúpályi, monostorpályi és Fehértó pusztai birtokait örökölte, valamint a debreceni ingatlant. A debreceni református egyházkerület tanácsbírája volt. Hosszúpályi kúriájában halt meg 1862-ben. Az 1848-49-es szabadságharcot követő évekből fennmaradt iratok hiányossága miatt csak korlátozott információink vannak a ház akkori állapotáról. Amit biztosan tudunk, hogy az 1851-ben készült házadó összeírásban még Bernát Lajos tulajdonában volt az ingatlan, ekkor egy földszintes polgári házat jegyeztek, három szobával és két kamrával, a Piac utca 1900 szám alatt. Az 1900-as jelölés furcsán nézhet ki mai szemmel, pedig 1845-től 1897-ig ilyen módon működött az utcaszámozási rendszer, és csak ezután lett Piac utca 57. Bernát 1855-ben már az egyemeletes házát árulta a telken. Kuhinka István ekkortájt vásárolhatta meg, akinek a Kaszanyiszki kereskedés elődjének alapítása köthető a nevéhez. Kuhinka István gömöri üveggyáros volt. Debreceni raktárát és kereskedését 1852-ben alapította, amelynek vezetésével Kaszanyiszki Endrét bízta meg. Az 1870-es népösszeírás megerősíti, hogy a ház ekkor már emeletes volt, négy szobájában
Kaszanyicki Endre lakott feleségével és édesanyjával. Az 1872-ben készült kataszteri térképen egy zárt sorú házat ábrázoltak Kuhinka István tulajdonában. Kuhinka 1873-ban halt meg 54 évesen Gömörvár megyében, hiszen debreceni tulajdona ellenére nem élt a városban. Kaszanyicki Endre az ingatlant 74-ben, a céget pedig 75-ben vásárolta meg. Az 1851 és 55 között épült egyemeletes házat Kaszanyicki Endre 1883-ban építette át, ekkor nyerte el mai formáját az épület. Egy 1888-ban készült fotón már az emeletes ház mai homlokzat díszítése látható. Az emeleti üvegkupolával és freskóval díszített török dohányzó is a századforduló környékén készülhetett. Az 1911-es kataszteri térképen pedig a mai díszes lépcsőházzal és a teljesen beépített udvarral ábrázolták a telket. A házat és a kereskedést 1952-ben államosították, ahol a későbbiekben bizományi áruház működött. A házban napjainkig üzletek működtek. Az udvari épületeket 2006 körül bontották el. Az államosítás után Kaszanyicki András a családi kereskedést kisebb üzletekben próbálta még egy ideig fenntartani, végül kénytelen volt megszüntetni, és belépett a debreceni üveges KTS-be. Dédapámnak élete végén gyógyíthatatlan betegsége volt, és elég nehezen viselte a megpróbáltatásait, illetve a környezetét is szerette volna megkímélni minden olyan fajta ténykedéstől, ami hát befolyásolta az ő életüket. Úgy döntött, hogy a kiújuló betegsége után véget vet életének, tehát ő saját maga mondott le az életről. Három gyermeke született, Margit, Irma és Andor, illetve hát ő is Andrásként volt anyakönyvezve. Andor volt az, aki tovább vitte az üveges szakmában a kereskedést, illetve hát megjárta Európa összes olyan helyét, ahol az üvegiparra, üvegporcelániparra kapcsolatosan, de már ő a kerámia ipar felé is kiterjesztette az érdeklődési körét, így például a hollóházi kőedénygyárnak ő volt az első forgalmazója Magyarországon. Ő is aktív részese volt a debreceni polgári életnek, szintén három gyermek édesapja volt, Kaszanyicki Andor nagyapám, szenvedélyes vadász is volt, meg megfelelő birtoka is volt a Szent Anna pusztai részen. Sokat vadászott a Guti erdőbe, és 1935-ben egy ilyen vadászat alatt érte egy szívszérülést, tehát kedvenc kutyája nyuszítésére találták meg az erdőbe másnap a holttestét. 35-ben így az üzlet irányítása édesapámra maradt. Ő szakaszosan tudott az üzletvezetői irányításnak megfelelni, hiszen az akkori honfiúi vágy is megvolt benne, tehát hamar bevonult katonának, és előbb karpaszamelyes őrmester, majd hadnagy és főhadnagy volt, a huszár ezred, nyíregyházi huszár ezredben. Az akkori politikának megfelelően többször behívták, így részt vett az erdélyi bevonuláson 1938-ban, illetve a felvidéki visszacsatolás ünnepségében is ő, mint katona vett részt. Háborúban ő egy felderítő század parancsnokaként hadifogságba esett 44-be, Jemrovónál, majd 3 év vendéglátást kapott a Szovjetunió különböző lágereibe, az Urálon túl, tehát elég rendesen távol volt a családtól. Itt léte alatt, illetve fél árvasága alatt kapcsolata volt az egyik alkalmazottal, akit nagyon tisztes örökhűséggel szeretett,
hiszen a család ellenállása miatt elköltözött a Piac utcai házból, és a Tócos kertben tüdős villát vette meg, és ott élte önálló életét, illetve járt be onnan az üzletbe dolgozni. Édesanyám megfelelő hűséggel várta őt vissza, és ahogy a hadifogságnak véget ért, illetve a család ellenállása megszűnt, ők házasságot kötöttek 1947-ben, addig pedig tűrték és elviselték a nem mindig kíméletes megjegyzések sorát. Édesapa többször kapott felkérést, hát magasabb pozíció betöltésére. Ő azt mondta, hogy ő nem változott. Ő gondoskodott éppen eleget a családról, meg az ő dolgozóiról. Hát 20 fő fölötti vállalkozásként kaptunk kárpótlást annak idején. Tehát egy ilyen középvállalkozási szinten, de hát 20 embernek a megélhetését kellett neki biztosítani, illetve a cég tulajdonlás arra is kötelezte őt, hogy a családot eltartsa. Tehát a nővéreit, illetve hát azok családját, úgyhogy elég sokáig, sokszor magától is megvont bizonyos dolgokat, hogy a többi családnak megfelelő tisztesség és ellátása legyen. Egyik rokon azt mondta, hogy a legtisztább ember, akit ismertem, az édesapád volt, egyenes és tiszta ember, aki mindig tisztességesen nyúlt a dolgokhoz. Én lényegében itt soha nem éltem. Édesapa 1941-ben Tószóskertbe vett egy gyönyörű villát. A konfliktusok elkerülése érdekében édesapa jobbnak látta, hogyha ő ebből a házból elköltözik. Nagymama először az én születésemkor hagyta el ezt a házat, éveken keresztül csak széken történő helyváltoztatással mozgott, de akkor olyan erőt kapott a családi legenda szerint, hogy lement a Hintóhoz, kikocsizott az Acél utcára, megemelt, megpuszilt, és utána megint haláláig csak a székes hordára volt kényszerítve. Jelenleg az üzlethelységnek helyet adó térben állunk, itt a földszinten. Lényegében ez a rész volt az eladó tér. A dolgozók itt tevékenykedtek és járultak hozzá a család vagyonosodásához. Most a legújabb felújítással lényegében össze lett nyitva ez a tér, ami természetesen szebbé teszi az egész épületrészt, hiszen ez a lépcső nagyon reprezentatívvá teszi akár az üzlethelyiséget is, illetve biztosítja a felső, régebben lakótérként szolgáló helységeknek az üzletbe való bevonását. Az üzlethelyiség a fal végénél ért véget. Itt egy ajtó volt, ami a kapubejárótól tette lehetővé az üzletbe való bejutást. A másik rész pedig már egy előszobaként vagy előtérként funkcionált, ami biztosította az emeletre való feljutást a lépcsővel. Ez a csodás lépcsősor gyerekkoromban puritánabbul nézett ki szőnyeg nélkül, és elég sok szeneskandát felcipeltem az emeletre. Nagynédém lakásába, ahol cserépkályás fűtés volt, és a pincéből hát ők már idősként nem tudták vállalni ezeket a terheket. Úgyhogy édesapával sokat besegítettünk az ő életükben. A lépcsőháznak a szobrait már Eszkürti Katalin, a múzeum igazgató helyettese is tanulmányában említi, és nagy értéknek tartja debreceni szempontból. A felső résznek a szobái, illetve a nagy ebédlője volt a csodálatos. Egy darabig őriztük a 24 személyes nagyasztalt, az ebédlői nagyasztalt, amit semmiféle más helység nem fogadott be, mint ez a nagy tér, ami itt található. Itt volt nagyapám, dédapám szobája, illetve a családtagoknak a lakó
épülete, illetve a legszebb része az a török dohányzó, ami tényleg csodaszámba menő freskóval rendelkezik, ami szintén a polgári jólét egyik megnyilvánulása volt. Nagyapám szeretettel őrizte ezt, és egy ilyen kis pipázó helységet alakítottak itt ki, ami szintén egy kicsit már át van alakítva, de a felső kupola, illetve az alatta lévő freskó rész igazán művészi színvonalú. A KL monogramot megtalálhatjuk minden kis rublikába. Édesanyám, mint a gyakorlatias házvezetőnő, vagy szakásnő, vagy az életfeltételek megteremtéséhez értő nőszemély, aki fantasztikus dolgokat főzött és pillanatok alatt csinált, hazaszólt apa, hogy jaj, 3 fogolytás bejelentkezett estére, tudná valamit. Akkor ment ő vagy én, lecsaptunk 3 nyulat, és estére olyan vacsora volt, hogy nyalták a 10 ujjukat. Szóval, hogy édesanyja volt az, aki az egész uras részről, éppen ezt mondta édesapa, hogy ő elvesz egy úri kisasszonyt, lehet, hogy tönkre mennek, mert az a gyakorlatiasság hiányzott belőlük, lehetetlen nincs, csak tehetetlen ember. Ez volt az elve, és hogy mindenbe belefogott, jól, rosszul, csak sikerített belőle valamit. 4 vagyunk testvérek, nővérem 42-ben született, majd törvényesként, úgynevezett törvényesként mi 48, 49 és 56-ban születtünk úy a 4 gyermek, akiket óriási szeretettel és gondoskodással neveltek. Mindig azt éreztem, hogy egy kicsit zavarba is vannak, mert nem tudják azt a milliót biztosítani, amiben ők felnőttek. Éppen ezért nekünk óriási szerencsénk volt, hogy mindenki, aki barátunkkal volt, azt ők befogadták, és szinte saját gyermekükként is tápolták. Így nálunk tanult az évfolyam nagy része, például a Tószos kerti kertbe. Anyám főzött ránk, és mindenkit szívesen láttak, mert ezzel tudták kompenzálni azt, hogy nekünk azért egy kicsit szűkösebb anyagi javak jutottak, hiszen 52-ben a aranytojást tojótjuk, ugye az üzlet az elszállt, államosították, raktárkészletét kártalanították, de főként békekölcsön lapokból, ami hát egy értéktelen tárgy volt. Megéltük azt is, amikor nem lehetett gimnáziumba menni egy ilyen névvel, vagy 2-es elemnek tartották az embereket, de apa mindig helytállt, és mindig tisztességes. Kaszanyicki úr volt, ő soha nem volt jelvtárs. Az üzlet megszűnése után édesanyám ügyességén múlott az, hogy a kert lehetőségeket, nagy telken volt ez a Tócos kerti villa, 964 szögöl. Tehát szinte nem is győztük teljesen megművelni, de ott zöldségek, gyümölcsök, tyúkok, baromfi udvar, szóval nyulakat tartottunk rengeteget, tehát szinte önellátók voltunk, ilyen szempontból nem szorultunk a bolti bevásárlásra, sőt, a piacon ezeket a termékeket árultuk, mint volt kereskedő, nem olyan porcelánt, hanem zöldséget, meg virág. Én virágpiacon kofa voltam, hozta édesapa mindig a friss virágokat, tehát ütöttük azokat a 3-4 napos virágokat, amit ugye aszaltak a kofák sokszor napokon keresztül, és nem tudtak, a miénk mindig friss volt, mert csak annyit vittünk, ami aznapra kellett, és ilyen szempontból édesapának az a fantasztikus hite,
ami átsegítette a családot mindenen. Anya néha kiborult, hogy jaj, hát erre sincs, arra sincs. Írmukám, ha jó Istennek a kis madarakra gondja van, akkor ránk is gondja lesz, és meg fog oldódni. És mindig neki volt igaza, hogy valahogy mindig kisikerült. A kishúgom 56-ban született, és akkor indult a nagy hajdú mosógép. Az első ilyen kocka szériából vettek egyet, hogy ugye könnyítsék a pelenkamosás és egyéb dolgoknak a véghezvitelét. Megint az üzleti szellem, vagy az élni akarás, hogy akkor keressük meg az árát, vállaljunk mosást ezzel a géppel, már hát az jó. És elkezdtek bérbe mosni, én állandóan édesapával együtt jártuk kofferekkel a várost. Az összes akkori nagy professzornak, nem akarok neveket említeni, nehogy itt ebből baj legyen, de személyes ismeretség is kötött a legtöbbhöz, aminek jó oldala is volt, mert látták a tisztességes munkának az eredményét, és egyre inkább ajánlották másnak is. Később, amikor Berettyóújfaluba, én már dolgozó ember voltam, és igazgatói megbízást kaptam. Magam se tehetek róla, mert emigrált az én volt főnököm, és én voltam a helyettese, arra megkért, hogy Debrecenből kijárva én tegyem meg ezeket a lépéseket, hogy segítsem őt. Aztán magamra maradva azt mondták, hogy hát az igazgató távollétében a helyettes köteles ellátni a dolgokat. Aztán meg, hogy megoldottam, azt mondták, ha ez ilyen könnyen ment, akkor megbízunk téged, és vállaltam. Hát 10 évet csináltam, és aztán 83-ba kerültem haza. Akkor volt először állásban lévő zenetanároknak álláshirdetés Debrecenbe, és akkor 82-ben még nem, de 83-ba úgy döntöttünk a feleségemmel, hogy mégiscsak hazajövünk, akkor megözvegyült már édesanyám, ezt a lakást nem tudta egyedül fenntartani, mi költöztünk össze, és 19 évet éltünk együtt nagy boldogságban. Ezért is hálás vagyok a sorsnak, mert hogy az én feleségem és édesanyám a két legszeretettebb hölgy az életben, szerették egymást, és soha baj nem volt az együttélésből. Ezek között a gyönyörű bútorok között telt gyermekkorom. Édesapa mindent megengedett nekem, és nekünk, mert a barátokkal mászkáltunk az ablakon keresztül sokszor be, és tettük tönkre a rollót, de nagyon kedves környezet volt, egy 6x8-as nagy szobába, ahol ezeken kívül egy nagy íróasztal, két ágy, meg két plusz fotel volt még a szobába. Ez a bőrfotel az egyetlen olyan bútordarab, ami a Pisz utca 57 alól került ki hozzánk. Nagyapa bőrfotelje volt, amit az íróasztalnál ő szeretett használni. Én tisztelem azokat, akik eddig eljutottak engem is, mert hiszen az egész vérvonal, ahogy ecseteltem, azért nagyon tisztességes emberekből. Én se tudok más lenni, és ezt nekik köszönhetem. Édesapám mindig azt mondta, hogy többet ér egy nyugodt éjszaka, mint bármilyen stiklis vagyon, vagy egyéb dolgok. Legjobb befektetés a tisztességes életmód, és ennek ő példáját adta, hiszen olyan én hangos szót soha nem hallottam. Ő nem kényszerített semmire, csak mikor születésnapja volt, és kérdeztük, hogy ugyan mit, kisfiam, tanuld meg Arany János fiamnak című versét, aminek az a refrénye, hogy kiskacsóid összetéve szépen imádkozzál édes gyermekem, mert szegénynek drága kincs a hit, tűrni és remélni megtanít. Ártatlan kis szíved tavaszkertjébe a vallást ezért öntözgetem. Kiskacsóid összetéje szépen, imádkozál édes gyermekem. Vászik, hogy lád, én szegény költő vagyok. Rád túl sokat nem hagyok, legfeljebb mocsoktalan nevet, a tömegnél hitvány érdemet. Országszinten ismert üvegkereskedés, vagyonelkobzás az államosítás során, és egy több mint 150 éve álló ház.
mind elengedhetetlen részei a Piac utca 57 számú ingatlan történetének. Ezzel persze messze nincs egyedül, mivel számos egyéb debreceni ház története is legalább ennyire izgalmas. Néha nem árt megállni előttük a hétköznapi rohanásban, és elgondolkodni kicsit, hogy mennyit titkot és történetet őrizhetnek.